A Fradi Múzeum történelmének első digitális kiállításának témája az FTC történelmét tárgyi emlékképekben felidéző kitűzők, amelyek végigvezetnek minket az elmúlt 121 éven. Régóta kacérkodtunk ebben a gondolattal. Elnök úr is preferálta ezen ötletünket, hogy mindenképpen a Fradi Múzeum anyagai kerüljenek fel az internetre, hiszen rengeteg szurkolónk van határon innen és határon túl is. Mindenképpen szerettük volna megmutatni azokat a kincseinket is, amelyek nem feltétlenül láthatók a múzeumban. 200 kitűzőt fog majd felvonultatni. Én azt gondolom, hogy ez 99%-ban egy teljes gyűjtemény. Rengeteg olyan kitűző van, ami valódi kuriózum, hiszen a Ferencváros olyan szakosztályéről mesél, olyan szakosztályának a tárgyi emléke, amelyek ma már nem léteznek. Ilyen például a automotor sí szakosztályunk, volt tenisz szakosztályunk. Ezeknek mind itt vannak a tárgyi emlékei. Mindamellett itt látható, ez egy nagyon nagy relikvia, itt ennek az a különlegessége, a másik oldalán látható, Budai 2. Minden játékos névre szólóan kapta meg ezt a bajnoki kitűzőt, hiszen ez a 1948-49-es bajnokcsapatnak volt a kitűzője. Ugye az a 50. születésnapján nyerte a Ferencváros a magyar labdarúgó bajnokságot, és 140 gólt rúgott a csapat. Megelevenedik a történelem. Pontosan ez a célunk vele, hogy olyan dolgot mutassunk meg, amikről a mai szurkolók nem is feltétlenül tudnak. Minden kitűző egy-egy különös történetet mesél el. A sztorikhoz pedig párosulnak szereplők is, ezért kiválasztottunk néhány különleges darabot, amelyekkel kapcsolatban megkérdeztünk olyanokat, akiknek szép emlékeik lehetnek róluk. Elsőként Martos Győzőt látogattuk meg, és adtunk a kezébe egy különleges relikviát. Hát úgy látom, ez 1975-es évszám van rajta, és a Dinamo Kijev ellen a döntő mérkőzés Bázelbe. Igazából nem volt életünk főmérkőzése, de hozzá kell tegyem, hogy az a Dinamo Kijev, az egy abba a kornak egyik legjobb csapata volt. Hát majdnem egyenlő volt az akkori szovjet válogatottal, talán egy-két játékos, aki kiegészítéseként került be oda hozzájuk. A mérkőzés előtt azt hiszem a Novák Dezsőt kérte meg a dalnoki Jenő, hogy menjen ki és térképezze fel az ellenfelet, és mondjon valamit róla. Hát a Dezső visszajött, és hát sajnos igazából megmondta őszintén, hogy gyerekeket nem sok esélyünk van ezek ellen. De előtte azért ne felejtsük el, volt egy Liverpool mérkőzés, volt egy Malmö mérkőzések, amiket lehoztunk végül és tovább jutottunk. Odáig eljutottunk a döntőig, komoly fegyvertény volt, hogy azokat a csapatokat, akik ha végignézzük előtte, hogy kiket vertünk ki, vagy kiket jutottunk tovább, azért elég veretes népsor alakul ki. Nem csak a régmúltban, az elmúlt években és évtizedekben is bővült páratlan darabokkal a kitűző gyűjtemény. Az 1975-ös visszaemlékezés után ugorjunk 2004-be, és egy olyan labdarúgónkhoz, aki már akkor az UEFA kupa menetelés idején, és most a 31. bajnoki címünk megszerzése során is csapatunk tagja volt. Szép időszak volt, ott kint játszottunk. Nagyon modern stádionba számított akkor, egyik legmodernebbet. Már akkor is el voltunk álljóval, amikor oda kimentünk, hogy kimegy a pályán, ki lehet mozdítani, hogy napozon. Jó emlékek fűződnek hozzá. Sajnos azt hiszem egy olyan góllal 1-0 lett neki, és utána még kaptunk egyet, és 2-0 veszítettünk. Nagyon jó csapat volt a Schalke akkor, de nagyon jó meccseket voltak itt a Népstadionban, itt még a régi stadionban. Telt ház volt, úgyhogy ez szerintem mindenkinek az emlékben fogom maradni ezeket a meccseket. Szerintem az volt az utolsó meccs a csoportban, az december volt, Skóciába utaztunk, és ott egy nagyon jó meccset játszottunk, és nyertünk is 1-0-ra. Az volt a negatív, csak hogy már nem tudtunk tovább jutni a csoportból, mert azt hiszem a Basel ellen itthon azt hiszem kikapunk 2-1-re, úgy nem tudtunk tovább jutni. De egy jó meccset játszottunk egy jó ellenfél ellen, és meg tudtunk nyerni idegenbe. Akkor is mondtam, hogy kis csalódás volt, mert tényleg egy lépésre voltunk a Bajnokok Ligája. A Sparta Praha ellen hosszabbításon kaptunk ki, de szerintem a Mival elleni meccs után szerintem mindenki az próbált felejteni és élvezni ezt a csoportkör. A kollekció legfrissebb gyűjteményei is labdarúgó csapatunkhoz tartoznak. A jelenlegi együttesünkben többen is vannak, akik a 29. és a 30. bajnoki címünknek is részesei voltak. Közülük most egy olyan résztvevővel beszélgettünk az emlékekről, aki a két győzelmet már másként, más szerepben élte át. A 29. bajnoki cím ugye tulajdonképpen nekem az első magyar bajnoki címem, ugye nagyon hosszú idő után, amit külföldön töltöttem, mindig is úgy vágyam volt, hogy jól lenne egyszer a Fradival, tényleg a szeretett csapatommal, a szeretett klubommal a magyar bajnoki címet szerezni. Ez is volt a lényege, meg a,
meg tulajdonképpen a célja annak, amikor úgy döntöttem, hogy hazajövök egy hosszú külföldi pályafutás után, és tényleg egy fantasztikus csapatban, fantasztikus közösségben nagyon nagy különbséggel megnyertük a bajnoki címet, és büszkévé tesz, hogy sikerült elérni ezt a célt, hogy magyar bajnoknak mondhatom magam a Ferencvárossal. Most már más pozícióban, ugye talán sokkal nagyobb felelősséggel is, sokkal jobban átérezve, hogy milyen nagy jelentőséggel bír egy egész klub számára egy ilyen cím. Ugye a 30-as szám azért a harmadik csillag megszerzése, ez történelmi szempontból is nagyon nagy jelentőséggel bír. Ugye nagyon büszkék vagyunk, ahogy mondtam már más szerepkörben, más befolyással büszke vagyok rá, hogy így az új karrierem, a második karrierem kezdeteként azonnal egy ilyen szép sikerrel sikerült indítanom. Bízom benne, hogy még lesz alkalmunk így közösen sok ilyen címet ünnepelni. A Fradi Múzeum legújabb kiállítása megtekinthető a digitális térben. Jó böngészést kívánunk!